Köszöntöm a Keceli Körkép nézőit! Műsorunk elején nézzük néhány szóban a mai kínálatot. Fűtéskorszerűsítés az önkormányzat intézményeiben. Hamarosan megkezdődik a beruházás. Szent Flóriánra emlékeztek a tűzoltók, eljöttek Kecelre a tabarci barátok is. Csángó tavasz a Városi Múzeumban. A tiszta magyar művészetről beszélt Petrás Mária. Fejlődő keceli vállalkozások, üzemátadása Laulent Wine Kft-nél. Jó kezdés, sikeres volt az első katolikus majál is. Alkotó festők Kecelen, véget ért a Bozsó művésztelep. Karate siker Vaskúton, két keceli versenyző is dobogóra állhatott. Ha tehetik, tartsanak velünk ma este is. Rövidesen megkezdődik három önkormányzati intézmény, a sportcsarnok, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház, valamint a polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítése. A kivitelezés jogát Mihály Ferenc vállalkozó nyert el, aki szerint az új kazánok révén évente több mint 21 milliós megtakarítást ér el a város. Kecel intézményeinek nagy részét elavult, közel 30 éves kazánok fűtik. A rendszer életkora csak az egyik probléma. Nagyobb baj, hogy energiapazarló. Nem lehet ugyanis szakaszolni. Előfordult, hogy a téli szünetben vagy hétvégeken hét lakás miatt az egész rendszert fel kellett fűteni. Ráadásul erre a típusú fűtés megoldásra a gázszolgáltató évi több mint 2,5 milliós alapdíjat is felszámol. Ezen fog változtatni az új rendszer. Nem egy darab 100 köbméteres gázmérő marad, ami eddig is van, aminek 2.600.000 forint az éves alapdíja. Ez helyett lesz G16-os gázmérő, aminek az éves alapdíja mérőnként 15.000 forint, tehát a hét esetében az 75.000 forint. A fűtésrekonstrukció kivitelezésével megbízott helyi vállalkozó ajánlatát a hétfői rendkívüli testületülésen fogadta el az önkormányzat. Mihály Ferenc szerint a felújítások kapcsán több mint 21 milliós megtakarítás érhető el évente. És még előnye neki, hogy ezt épületenként lehet szabályozni, tehát olyan épületek, amelyik mint tudom én, péntek déltű hétfő reggelig nem üzemelnek, hogy csak egy alapfűtést igényel a rendszer. És ezek teljes automaták, nem igényel felügyeletet, ugyanúgy, mint eddig ugye felügyelet mellett lehetett használni ezeket a kazánokat, tehát állandó fűtőszemélyzetnek kellett hozzá lenni, ez mind egy családi ház úgy működik, egy szobatermosztáttal lehet szabályozni, tehát lecsökkenteni, emelni a hőmérsékletet. A vállalkozó a sportcsarnok, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház, valamint a polgármesteri hivatal épületeinek gázszerelési, fűtés átalakítási munkáira kapott megbízást. A kivitelezések több hónapot vesznek majd igénybe. Iskola befejezés után kezdenénk meg a földmunkákat, és hát mire a tanítás megkezdődne, vagy az évnyitó, addigra azt szeretnénk befejezni. A kazánoknak a beüzemelése, tehát előre láthatólag még időpont nincs, tehát konkrétan leegyeztetve, de szeptember 15, szeptember 30-ig, hát ugye október közepén van fűtési szezon, de hát szeptemberben mindenféleképp, tehát mindegyik épületbe, tehát üzemelni fog a fűtés. Az önkormányzat saját forrásból biztosított beruházása több mint 25 millió forint értékű. A befektetés a számítások szerint már egy-két éven belül megtérül. Szent Flórián napi ünnepséget tartottak Kecelváros önkormányzati tűzoltóságán. A vasárnapi eseményre ellátogattak a tabarci lánglovagok, de érkeztek vendégek a vajdaságból is. Az ünnepséget közgyűlés zárta, közben pedig riasztást is kaptak a tűzoltók. Izgalmas pillanatoknak voltunk szemtanúi. A vasárnapot szentmisével kezdték a keceli tűzoltók, hiszen Burányi Roland katolikus plébános őértük mondott áldást. Ezt követően a templom előtt esőben tartották bemutatójukat a legifjabb tűzoltók Palásti Tiborné felkészítő munkájának köszönhetően. Mire a tűzoltóságon elkezdődött az ünnepség, az eső is elállt. A megjelenteket Haszilló Ferenc polgármester, valamint Travnik János tűzoltó parancsnok üdvözölték. Lelkünk mélyén itt búvik még a vörös kakas, háborgunk mi testvértelen, mind dobogó mékas. Fábián Andrea, Vörös Sándor, Szent Flórián kantáta című versét követően udvarhelyi István, a keceli tűzoltóság titkára tartotta meg ünnepi beszédét, majd koszorút helyeztek el a Szent Flórián szobornál. Az ünnepség után közgyűlés vette kezdetét, közben pedig riasztást is kaptak a keceli tűzoltók, akik alig pár perc alatt el is indultak egy császártöltési pincetűzhöz. A
közgyűlésen barátságuk jeleként ajándékot adtak át a tabarci vendégek a helyi vezetőségnek. Matthias Klemm, Tabarc város polgármestere a megemlékezés után nyilatkozott a körképnek. Die Freundschaft zwischen Tabarc und Kezel besteht seit vielen Jahren. Barátság a keceli tűzoltók és a tabarci tűzoltók régi időre nyúlik vissza, sok-sok évre, és egy nagyon-nagyon gyümölcsöző, nagyon-nagyon szép kapcsolat. Die paar Tage hier in Kezel waren wieder sehr schön. Nagyon-nagyon jól éreztem magam az elmúlt két napban, mint mindig, és örülök a legközelebbi találkozásnak, akár Tabarcban, akár Kecelen, szívesen maradnék még hosszabb időre. Ezen az 1988-as felvételen éppen a keceli delegáció látogatott ki a német kisvárosba. A két település kapcsolata hosszú múltra vezethető vissza, csak a véletlennek köszönhető, hogy barátság alakult ki Kecel és Tabarc között. Ez a baráti kapcsolat Tabarc és Kecel között a 80-as évek közepétől kezdődött, akkor egy tánccsoport látogatott el Tabarc környékére, és ott ez véletlenszerűen alakult ki ez a kapcsolat. Amióta 6 év óta én polgármester vagyok, azóta ezt folyamatosan a tűzoltókon keresztül ápoljuk. Tavaly voltunk Tabarcban kint a tűzoltó egyesület tagjaival, a parancsnok úrral, és én is kint voltam. Nagyon kedvesek, nagyon aranyosan voltak, és tényleg csak jó tapasztalatokkal tértünk haza. Most viszonozzuk ezt a kedvességet, amit kaptunk ott ebben a 3 napban, itt Szent Flórián napján megünnepeljük ezt a nem igazából lepecsételt testvérkapcsolatot, itt egy baráti kapcsolat van, de ezt folyamatosan ápoljuk. Mivel telt az elmúlt 3 nap, hová vitték el a tabarci vendégeket? Amikor megérkeztek a tabarci vendégek, akkor először is fogadtuk őket a tűzoltóság központjában, de kimentünk a katolikus majálisra, elmentünk a múzeumban lévő rendezvényre, a Hasziló Laci László és családja fogadott bennünket a tanyáján, ezen kívül Fejes Gyuszi látott vendégül bennünket itt a tűzoltóságon vacsorával. Nagyon megköszönöm azoknak a vállalkozóknak, azoknak az embereknek, akik segítették itt ennek az egész kapcsolatnak az ápolását, ha anyagilag, ha erkölcsileg, de úgy érzem, hogy elégedetten mehetnek és vihetik jó hírét Kecelvárosának. A keceliek legutóbb egy évvel ezelőtt jártak a Bajor kisvárosban, ahol részt vettek a május 20-i tűzoltó ünnepségen. Csángó tavasz Kecelen. Ezzel a címmel hirdette meg Petrás Mária keramikus művész kiállítását a Városi Múzeum. Az alkotót méltatta Döbrentei Kornél alternatív költő, valamint a keceli származású egyháztörténész Horváth Gábor is. A kiállítás még 3 hétig látható. Az egyházi meghittség hangulatát próbálta megtestesíteni a Városi Múzeum vezetősége a legutóbbi kiállítás alkalmával. Gyertyák, halk zene és kerámiák a falon. A megnyitóra nagyon sokan eljöttek, hiszen most először köszönthetjük városunkban a művésznőt, Döbrentei Kornél költőt, és nem mellesleg Horváth Gábor egyháztörténészt, aki most először mondott köszöntőt egy kiállítás alkalmával szülővárosában. Készültem is egy-két gondolattal, de aztán akkor a színpadra fel kellett lépni, akkor egészen mások jutottak eszembe, és valahogy magáért beszél ez az esemény, azt gondolom, tehát Petrás Máriának a múltja, és ugye az, amiket itt már láthatni fog a keceli közönség, azt gondolom, ez mindenki számára felemelő lehet. Miközben az ember hallgatja ezeket az énekeket, úgy tényleg úgy el tud egy kicsit elmékedni azon, hogy micsoda óriási értékek azok, amiket például Moldvában is megőriztek az ottani magyarok. Nagyon érdekes lesz ezt a kettőt egyszerre hallani és látni, mert valahogy a kerámiában ez a dolog jelenik meg, én azt gondolom. Tehát miközben hallgattam Máriának az énekét, ez valahogy én már ismertem és láttam az ő műveit, annyira egyértelműen tiszták és szépek, ahogyan az éneke is. Az ünnepélyes hangulatú megnyitón Petrás Mária csángó népdalokat énekelt. Boldogságos szűzanyánknak, mint magyarok a szanyának. Feláldoztott hazánkat, szenteltett koronánkat. Én Moldvában születtem, Divoszénben és Klézsén, két szülőfalum van, mert édesanyám szülőfalúja Klézse, és én gyermekkoromban is imádtam ezt a falut. Nagyon szerettem azt a világot, ami még volt az én gyermekkoromban, egy kicsit olyan középkori, minden, abszolút minden az ünnepek körül forogott, és azokra készülöttünk.
A Csángóföldön is megváltozott nagyon sok minden, de én örvendek, hogy azokban az időkben éltem, ott nevelkedtem fel Csángóföldön, ahol még ez a világ, amelyiket én akarom egy kicsit a munkáimba is, vagy akarom a munkáimba megjeleníteni azokat a csodálatos asszonyokat, nagynénémet, édesanyámat, nagyanyáimat, akikre én úgy tekintettem gyermekkoromban, és ma még erősebben, mint szentekre. A művésznő alkotásai a kereszténység, anyaság és magyarság témakörhöz kapcsolódnak, munkáit ismerik szinte az egész világon. Csángóföldön régen olyan csodálatosan ünnepeltek, és olyan csodálatosan viselkedtek, hogy én úgy érzem, hogy példaként a világ elé lehet tárni azt a világot, ami volt még az én gyermekkoromban. A kiállítást Döbrentei Kornél alternatív Kossuth díjas, Balassi Kard díjas költő nyitotta meg. Ő tartott híres beszédet pár évvel ezelőtt, amikor Budapesten tüntetést szerveztek a kereszténységet meggyalázó Tilos Rádió ellen. Mostani beszédében is kihangsúlyozta a magyarság nehéz helyzetét. Van benne egy olyan tartás vagy karakter, amely egy bizonyos idő után nem óhajt engedni abból a vélt igazságrendszerből, amelynek köszönheti a létét. Természetesen vannak megalkuvók, megingók, mint mindenütt. Itt mi most egy olyan hölgy kiállításánál voltunk jelen, akit tulajdonképpen már a Vatikán sem óhajtott, sose fogjuk megtudni miért befogadni, viszont ők olyan konokul magyarok akarnak lenni, és olyan szépen beszélnek, mert ezt nem beszédiskolán, órákon tanulták meg, ami azt jelenti, hogy ilyen értelemben a vallás, ez nem vallásosság, tehát a kereszténység, ebbe beleférhet más is, megtartó ereje van. Most egy ilyen kicsi népnek, akit megpróbáltak bedarálni, iskoláit elvenni, és mégis a legnagyobb mélységből honnan van ereje följönni, dalolni, csinálni, átjönni. Tehát én, lehet, hogy ez egy kicsit most érzelmesség is, én azt hiszem, hogy a magyarság egyik alap megmaradásának a fő tényezője például a csángóság. Döbrentei Kornél arszpoetikája. Számomra két időszámítás létezik, a vers előtti és a vers utáni. A köztes, mintha nem is az én időm lenne, nincs hatalmam felette. Én meggyőződésem, hogy jelen pillanatban, mert anyagilag eléggé ki vagyunk fosztva, nem is egészen csak a mi hibánk ez, hanem ezt egy nagy-nagy rabló tanyának fogják fel. Én úgy érzem, hogy itt most erkölcsileg kell megerősödni. Úgy, ahogy Sárospataki gimnáziumos egyetemről megerősödtek a régiek, igenis, ha azt fölvesszük, azt a régi szellemi vértet, akkor nagyon nehéz ledöfni, ha ez a vért nincs meg. És én látok nemzetközi forgatókönyveket is, hogy ezt eliminálják, hogy ezt kikezdjék. Egyetlen válasz van, több ilyen estet szervezni, többet eljönni, másnak is tesz, persze ez nem kényszer, amikor ez belső igényé válik, akkor mondják, hogy az Isten nem akkor ki ellen. A megnyitott követően meghitt hangulatban tekinthette meg a nézőközönség a Csángó tavasz című kiállítást, melyet Benyák Ferenc múzeumvezető is méltatott. Petrás Mária csodálatos. Nem tudok mit mondani, a maga művei, ahogy énekel, a dalok, amiket előad. Hát maga, én úgy gondolom, hogy ez a kiállítás arról szól, pont a magyarság megmaradásáról. Arról, hogy ott abban a... Tehát ezt szerettünk volna bemutatni, hogy ott abban a nagyon-nagyon távoli vidéken, szinte 1000 éven keresztül idegen környezetben hogyan tudott megmaradni a magyarság, és ez a katolikus hitének volt köszönhető, és én úgy gondolom, hogy valahogy ennek az erőnek
a visszatükröződését kellene éreznünk nekünk is a munkáiban és a dalaiban. És úgy gondolom, tehát azért is szerveztük ezt a kiállítást, hogy mi is gazdagodjunk és erősödjünk ő általa, magyarságunkban is és hitünkben is. A gyermekeknek kedveskedik hamarosan a galériaként is működő Városi Múzeum, hiszen Kindervarázs címmel nekik szerveznek kiállítást május 26-án 17 órától. A Lau Land Wine Kft. Részben 81 milliós uniós támogatásból telephelyfejlesztést valósíthatott meg. A vezetőség célja, hogy az üzleti kapcsolatok folyamatos építésével, tevékenységi körüket ásványvízgyártással, illetve palackozással is bővítsék. Ezáltal 14 munkahelyet tudnak megtartani, és létszámbővítésre is lehetőség nyílik majd a projekt megvalósulásának köszönhetően. A támogatás segítségével, mint arról Lehőz József tájékoztatta meghívottakat, modernizálhatták az eddig borászatáról ismert telepet. A rövid tájékoztatást követően idegenvezetőként kísért minket a telep szemlére. Megtudtuk, hogy a nyertes pályázatnak köszönhetően kialakíthattak egy raktárépületet, egy nyitott és zárt göngyölektárolót, egy nyitott járműtárolót, a telep helyett övező kerítést is lecserélhették, illetve új térkő díszíti a telep helyet. Gazdagabbak lettek egy fúrott kúttal és az ehhez szükséges vízkezelő rendszerrel. A fejlesztéshez hozzátartozik a vízvezeték és szennyvízrendszer bővítése, felújítása. A borászattal kapcsolatos teendőket továbbra is a Közép-Magyarországi Pincegazdaság végzi. Az 1998-ban alapított Lowland Wine Kft.-t részletesebben is bemutatta nekünk az ügyvezető. Ő az összes ingatlanunknak a tulajdonosa, ő vásárolta meg 2007 nyarán a Szőlőfürd Szakszövetkezettől ezt a telephelyet. Külön választottuk ma már a termelésünket, az egyiket azt szeretnénk mindenképpen a Közép-Magyarországi Pincegazdaságit ezen a telephelyen bérlőként viszi tovább a szőlőfeldolgozást, borkereskedelmet. A Lowland Wine Kft. A jövőben szeretne más piacra is integrálódni. Próbálunk majd piacra kerülni ásványvízzel, ízesített vizekkel, lúgos vízzel, energiaitalokkal, jeges teával mindenképpen. Ásványvíz és palackozás ezt fogják megvalósítani a keceli telephelyen. Az üdítőgyártás során törekednek arra, hogy a választék lehető legszélesebb skálája táruljon a vásárlók szeme elé. Próbálunk olyan ízvilágot létrehozni, ami majd a piacra jutásunkat megkönnyíti. Az ásványvízgyártásra különösen nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen az ügyvezető úgy véli, a víz a jövőben is érték lesz, a kút pedig tetemes mennyiségű keceli ásványvizet képes a felszínre hozni. 600 liter per perc vízhozammal rendelkező kutat fúrattunk, hát ez, hogyha számolunk, egyszerűen napi 5-10 kamion ellátására is alkalmas kutat fúrtunk, hogyha végtermék, a késztermékre számoljuk le ezt a vízhozamot. Haziló Ferenc polgármester a fejlesztéseket és a terveket örömmel fogadta, és bízik abban, hogy a cég optimizmusa meghozza a várt eredményt, és ez a város fejlődésén is megmutatkozik majd. A városi életének működését mindenféleképpen pozitív irányba fogja befolyásolni, mivel reméljük, hogy sokkal több iparizási adó fog befolyni majd a város kasszájába, és reméljük azt is, hogy munkahelyek teremtődnek ilyen hatalmas beruházásokkal. Én úgy érzem, hogy több lábon kell állni. Tehát ne csak ha van rá lehetőség, akkor ne csak a szőlő és a borra építsenek, hanem akkor a gyümölcsre, a mezőgazdasági termékekre, és a víz az viszont nagyon jó üzletágnak bizonyult, és én úgy érzem, hogy ebből lesz nagy haszon. Kedves nézőink, most rövid híreink következnek. Földtulajdonosok, figyelem! A magyar állam átvállalja az osztatlan közös földtulajdon rendezésének költségét, amennyiben a tulajdonos az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb június 1-ig beadja. A kérelmeket a körzeti földhivatalban lehet benyújtani. A lehetőség azok számára kedvező, akik ingatlanokat el akarják adni, vagy arra valamilyen támogatást szeretnének igényelni. A június 1-i határidő jogvesztő, tehát ezt követően kérelmet ebben a tárgyban már nem lehet beadni. 11 álláshely betöltésére van lehetőség Kecelen. A helyi cégek külkereskedelmi ügyintézőt, áruösszekészítőt, élelmiszeripari technikust, üzletkötőt, adminisztrációs ügyintézőt, irodai alkalmazottat, élelmiszerfeldolgozót, agrármérnököt, szakiskolai tanárt, kertészeti segédmunkást, valamint kertészeti üzemvezetőt keresnek.
A munkalehetőségekkel kapcsolatban a kiskörösi munkaegyi kirendeltség ad bővebb felvilágosítást. Közeledik május 21, vagyis a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezúton hívja fel a helyi adózók figyelmét, hogy a megye 4 településén, Kecelhez legközelebb Kiskunhalason, az ottani könyvtárban kihelyezett ügyfélszolgálati helyet működtet, május 19-én szombaton 10 és 13 óra között. A halasi és kalocsai ügyfélszolgálati irodák pedig május 21-én hétfőn este 6 óráig várják az adózókat. Városunk is csatlakozott a Vidékfejlesztési Minisztérium tavaly elindított TESZED országos hulladékgyűjtő programjához. A keceli önkéntes polgárőrség 45 fővel jelezte részvételét az akcióban. A rendezvény hazánk eddigi legnagyobb szemétszedési kezdeményezése. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet az önkéntes tevékenységben rejlő társadalmi értékekre, valamint arra, hogy a környezettudatos viselkedéssel, megfelelő hulladékgyűjtéssel elősegíthetjük környezetünk megóvását és természeti értékeink megőrzését. Aranyfokozatú minősítést kapott Földes Ferencné a helyi Vöröskereszt elnöke eddigi áldozatos társadalmi munkája elismeréseként. A kitüntetés átadásáról a Bács-Kiskun megyei napilap a Petőfi népe is beszámolt. Földes Ferencné 1967 óta tagja a keceli Vöröskeresztnek, emellett a Csendes Ősz idősek otthona kuratóriumának elnöke is. Mint mondja, ez az elismerés nem csak neki, hanem kollégáinak, főnökeinek is szól. Nekem ez az elismerés nagyon sokat jelent, sok örömet okozott, de természetesen ez nem kifejezetten az én érdemem, és itt szeretném megköszönni a mindenkori vezetőim és munkatársaimnak azt, hogy én ezt átvehettem, mert az ő segítségük nélkül én ezt nem tudtam volna elérni. Sok örömet jelent, igen. Nagy sikerrel zajlott le az első keceli katolikus majális. Hogy mitől volt katolikus? Nos, amellett, hogy megtartotta egy hagyományos majális hangulatát, több bibliai elemet is felfedezhettek azok, akik kilátogattak a Szőlőfürt szabadidőparkba. Az egésznapos rendezvényt az ifjúsági hittanosok szervezték. A majális már 10 órakor elkezdődött, rengeteg program, kikapcsolódási lehetőség adott alkalmat arra a város lakosságának, hogy egy kicsit kizökkenve a szürke hétköznapok viszontagságaiból egy nap közösen szórakozzon. Kora délelőtt lehetett már érezni a finom pörköltek illatát. A rendezők egyébként főzőversenyt hirdettek, amelynek fődíja egy 30 ezer forintos utalvány volt. A gyermekeknek futóverseny, pingpongozás, lovaglási lehetőség, arcfestés, kézműves sátor, báb előadás, ugrálóvár adott alkalmat arra, hogy felhőtlenül élvezhessék a szombati napot. Délután folyamán bibliai családi sorversenyre volt lehetőség, amely a Szentírás egy-egy fontosabb jelenetéhez kapcsolódva mozgatta meg a két szülőt vagy két gyermeket, esetleg mindenkit egyszerre. Bemutatkoztak a keceli Főnix tánciskola növendékei, illetve bemutatót tartott az angyali érintés Grendáp csoportja is. Harcművészetből sem volt hiány, Kiskuhalasról érkeztek a Habkidó Egyesület sportolói, illetve a keceli Bács Team versenyzői is látványos bemutató showműsort adtak elő.
Az eddigi Kergely Uniálishoz kapcsolódóan most is megrendezték a Kecel legerősebb embere, valamint a Kecel legerősebb és legügyesebb asszonya versenyszámokat. A férfiaknál a kunfehértói Popán Tamás, míg a nőknél a tabarci Szilvia Rétih győzedelmeskedett, aki egyébként a hétvégi tűzoltó ünnepségre látogatott Kecelre a bajor delegációval. Egész nap mindenki aggódott a rossz idő miatt, szerencsére az égiek kegyesek voltak a majálisozókhoz, így mielőtt lecsapott volna a vihar, sikerült a Hetrec Néptánc Együttes tagjainak felállítani ősi hagyomány szerint a májusfát. 15 éve immár, hogy Kecelen összegyűlnek festők, szobrászok, keramikusok, hogy 10 nap alatt valami maradandót alkossanak. A Bozsó Jánosról elnevezett művésztelep festői idén is itt jártak, mi pedig bejutottunk a művészbirodalomba, hogy megcsodáljuk az ottani légkört. A lehető legalkalmasabb helyszín az alkotásra a város határától nem messze található Borikahof, ahol évek óta találkoznak a művészek. Most 11 festő alkot reggeltől estig, sokan még az éleple alatt is. Mivel a mostani alkotásokból nem nyílik kiállítás, igyekszünk önöknek bemutatni minél többet. A hét elején csapadékos volt az idő, ezért a házba, illetve a verandára szorultak az alkotók. Szapanos István is tőle szokatlan módon egy fotóról kénytelen másolni. Ő egyébként természetelvű festőnek tartja magát, aki a külső élményeket keresi. Mindazokat, amit valamikor láttunk, lefotóztunk, annak próbáljuk meg a képi megfelelőjét anyagba megfogalmazni. Én amúgy, ha tehetem, akkor Kecelnek van a nagyon szép helyei. Én azt a buckás részt ugyan nem tudom tájilag megnevezni, de én azt szeretem a hullámzását, változatos részét, itt Kecel belsejében. És a Kalocsai úton néztem még ki témákat, amit szerettem volna megoldani. Hát bízunk benne, hogy a napokban lesz egy kis derültebb idő. A házban bent többen is az ablak mellett találtak alkalmasnak mondható helyszínt. Walter Gábor, aki az alapító tagok közé tartozik, szintén a fényhez közel festett. 15 év azért akárhogy nézzük, az egy komoly időszak, és mindig azon gondolkozom, hogy ebben változó gazdasági helyzetben, hogy van egy csapat, egy csoport, aki szereti a művészetet és támogatja, hogy elő tudja teremteni a hozzávaló anyagiakat, mert sokszor egy megyei önkormányzatnak nem sikerül. Igazából ez egy nagy dolog, és hogy még tényleg mindig maradnak olyan emberek, akik ezt komolyan veszik, és hogy egy olyan anyag maradjon itt majd utánunk, ami végül is egy ilyen helyi történeti érdekességnek is számít, mert már tényleg egy történelem ez a 15 év, és rengeteg ember fordult már, meg közel 70 ember fordult már, meg itt az ország minden részéről, Budapesttől kezdve Szegedig, meg külföldről is. Most is van külföldi vendégünk is, Szerbiából. Annyira nem akarjuk nemzetközivé tenni, tehát nem erről szól ez, de azért mindig kell új embereket, és én mindig arra törekszem, hogy van egy tengely a tábornak, azon egy olyan 4-5 fő, akik alapítók esetleg, vagy régebb óta is, azokhoz mindig újakat és újakat. De ez valószínűleg reméljük legalábbis, hogy nem sértődés lesz ebből, hogy miért nincs újra meghívva. A tábornak a koncepció, és hogy mindig jöjjenek újak, modernek is, nem mindig a realista festészet, de alapjában véve a többség a tábornak realista festészetet művel. Két kép között természetesen van idő a könnyedebb kikapcsolódásra is. A művésztelepen megoszlik az évek száma, van tapasztaltabb, és van kezdőfestő is. A félig görög származású Papa Georgiou Andrea 5 éve végezte el a művészeti egyetemet. A festészetet jóval korábban, 15 évvel ezelőtt kezdte el. Mint mondja, őt nem akadályozta a rossz idő, hiszen vázlatokból dolgozik. Szerencsére most én is, meg a többiek is felkészültünk arra, hogy rossz idő lesz, úgyhogy az első 2-3 nap az azzal telt el, hogy akkor gyűjtöttem a motívumokat, mert én vázlatrajzokból szoktam dolgozni, és utána a bent műterembe festek, tehát ezt a részét nem nehezítette meg, mert már mondhatni az egész hétre megvan előre, hogy mit tudok csinálni. Annyiban rossz, hogy nincs fény, tehát ott bent az eléggé kínlódunk. 1996-ban alapították a Keceli művésztelepet, sokan azóta is visszajárnak. Az a cél is itt igazából ennek a művészetnek, hogy Kecelt meg Kecel környékét örökítsék meg, akár a természet, vagy épületek, vagy virágok, tehát, és aztán ez egy igazi hírvívője lesz az utókornak, hogy a Kecel hogy nézhet ki mondjuk most 2012-ben.
A művésztelep minden év májusában nyitja meg kapuját belföldről és külföldről érkező művészek előtt, a hagyományoktól eltérően azonban idén nem lesz kiállítás az alkotásokból. Idő hiányában, mert többen visszautaznak már pénteken, tehát nem szombaton, és hát ezek a képek péntek este igazából magángyűjteményekbe kerülnek. Tehát a szponzoroké lesznek, a szponzorok kapják ezeket a képeket, és ezt minden évben sorsolással döntjük el, hogy ki melyik képet kapja. Az 1998-ban elhunyt Bozsó János kecskeméti festőművészről elnevezett tábor ezekben a percekben zárja be kapuit. Évadnyitó koncertsorozattal vette kezdetét az idei szezon a keceli Old Bikers Klubban. Sajnos a rossz idő lehetetlenné tette a külső helyszínen való szórakozást, ennek ellenére a jókedv uralkodott a Kecel Beat, a Zöld Kereszt és a Black Seas koncertjén is. A zuhogó eső ellenére is rengetegen jöttek el az idei évadnyitó bulira a keceli motoros kocsmába. Az esti hangulat megalapozásából a Kecel Beat vette ki részét. Őket a jobbára Soltvadkerti kötődésű Zöld Kereszt követte. A tavaly októberben is koncertet adó zenekar most szintén remek hangulatot teremtett. Suhajda Krisztián mesélt az együttesről. Májusban töltöttük a 10 éves évfordulónkat a zenekarral, így, hogy ebben a felállásban, ahogy vagyunk. Annyi, hogy egy énekes csere volt 2004-ben, László Krisztián volt az énekesünk, elment más utakra, és így Szabó István a jelenlegi énekesünk, úgyhogy ebben a felállásban 10 éves a csapat most, úgyhogy boldogok vagyunk. Az alakuláskor az volt a cél, ugye, hogy több szempontot is figyelembe vettünk. Tehát az első szempont az az volt, hogy nekünk tetszen az, amit csinálunk. Aztán olyan számokat válogattunk, amit elő is tudunk adni, ugye. És akkor még egy szempont volt, hogy azért a közönségnek se baj, ha tetszik. Tehát hogyha ez a három így egyben megvan, akkor ez jó. És hát a lényege az élő zene, pontosan az, hogy itt emberek szólaltatnak meg hangszereket, tehát semmiféle gépi zene nincs, és így erre 2003-ban létrehoztunk egy egyesületet, a Tartsd Életben a Zenét Egyesületet, ami végül is a zenekar mögött működik, és amatőr zenekarokat, amatőr énekeseket kutatunk fel, és szervezünk koncerteket nekik, tehát segítjük ahhoz, hogy színpadra kerüljenek. Több koncertje is van a zenekarnak, és most is, mint minden évben, zenélnek Erdélyben is. Mi úgy egyeztünk meg a zenekarral, ugye 5 tagú a zenekar, mindenki családos, és hogy a havi 2 koncert maximum, ami belefér mindenkinek. Én bőven alatta vagyunk, nem vállaltunk sok koncertet, viszont nagyon fontos az, amit mindenki szem előtt tart, hogy minden nyáron kimegyünk Erdélybe is játszani. Idén is Gyergyó-Szent Miklósra megyünk július 13-a körüli hétvégén, úgyhogy arra készül a csapat nagyon, hiszen azt szeretjük, hogy 1-2 nappal előtte megyünk, és 1-2 nappal utána jövünk, és az egy pihenés, egy közös, egy csapatépítő tréning, ahogy mostanában szokták mondani. Az esten fellépett a Black Seas is, akik már nem ismeretlenek az Old Bikers-es bulikon. Rengeteget ugye készültünk erre a koncertre, és szeretnénk elmenni az Edüre, és ez egy ilyen verseny, tavaly 2. helyet értünk el, és több zenekar, több nagyhírű zenekar előtt is felléphetünk itt Kecán, és ezt mindet ugye Bucinak köszönhetjük, úgyhogy nagyon szépen köszönjük neki ezt a mai fellépést is. Egy különleges élményben lehet részük a kecelvárosi televízió nézőinek, ugyanis hamarosan levetítjük a Black Seas akusztik koncertjét. Az ötlettel Csóti Gábor állt elő, ő a Tekónak a hangstúdió, vagyis hát a stúdióban ő dolgozik, és egyben, ha minden igaz, ő lesz majd a menedzserünk is, előre láthatólag. És hát ő volt ugye az ötletadó, és mi belementünk, és ez egy ilyen elegáns koncert volt, majd meglátják a nézők is, hát mi nagyon élveztük, szóval jó buli volt. A Black Seas akusztik koncertjét május 30-án szerdán vetítjük 18 órától, itt a kecelvárosi televízióban. Sporthíreink következnek. A Magyarországi Aikó Karate Szövetség szervezésében a keceli karatésok részt vettek a 2. Vaskút Kupa utánpótlás bajnokságon. A 2 helyi versenyző fel is állhatott a dobogóra. Kovács László edző oktatja a Kyokushin karate harcművészetre a keceli gyermekeket. Az edzéseiken olyan gyakorlatokat tanulnak, amelyek fontosak lehetnek számukra egész életükben az önvédelemhez. 1, 4. Nemrégiben Vaskúton jártak a 2. Vaskút Kupán, ahol sikeresen szerepeltek. Az Ikko Kyokushinkájnak egy gyerekversenye volt, utánpótlás versenye volt, különböző korosztályokban 6 éves kortól 18 éves korig versenyeztek a fiatalok.
és erre készültek, hosszú edzéseket szántak rá, hogy csiszolják a képességeiket, és ezáltal ők is fejlődtek, és ketten indultunk egyszerről, Tóth Andor és Kovács Gergely, mind a kettő harmadik helyzet lett az ő súlycsoportjában, az ő korosztályában. Milyen stílusban küzdöttek ők? Hagyományos kőkosinkás stílusban, amit ezelőtt 20 éve is elkezdtünk itt Magyarországon, tehát nem változott a lényeg semmit sem. Fédő felszerelésében, fejvédővel, kézvédővel, lábvédővel, ágyékvédővel állnak ki a gyerekek, próbálják teljesen vadidegen emberekkel felmérni az ő képességet. Tehát ehhez is kell egy kis bátorság, oda menjen valaki állni, és fölkészültségéről tanulságot tegyem. A kis karatékák egyébként még kezdők, edzéseiken az alapokat sajátítják el. Igyekeztem őket megtanítani többféle dologra, hogy helytálljanak ezbe a felmérésbe, és egy teljesen nem szubjektív, objektív felmérésbe, hogy ők ott küzdenek egy szegedivel, egy pestivel, egy szolnokival. Tehát azért szép dolog, hogy keceli létére sok más nagy város klubjából érkezőt is magam elé utasított. Mikor lesz legközelebb verseny? Hát gyerekverseny valószínű az év második felébe lesz már csak, arra is majd fogunk készülni, és igyekszünk mindent megtenni, hogy a keceli gyerekek is szép hírrel legyenek a város, hogy itt jó karate folyik. Jövő heti műsoraink közül ajánlunk néhányat figyelmükbe. A hétfői visszapillantóban a Városi Alapfokú Művészeti Iskola 2009-es kiállítás megnyitóját és évzáróját láthatják. A keddi Kecel Sportban a Kecel FC Kiskumajsa FC labdarúgó mérkőzést vetítjük. Szerdán az Életképekben Csángó tavasz Kecelen és Szent Flórián napi tűzoltó ünnepség. A csütörtöki Életképekben a képviselő testület május 23-ai ülését tekinthetik meg. Jövő pénteken ismét keceli körkép, majd ezt követően Életmód magazinunk jelentkezik, benne az energiatakarékos életmódról hallhatnak. A holnapi napon 9 és 13 óra között babaruha bőrzére és ingyenes felnőtt ruhabőrzére várják a Városi Könyvtár és Művelődési Házba mindazokat, akik régi ruháiktól vagy csemetéjük holmiától megválnának, illetve újakra cserélnék azokat. Most vasárnap 17 órakor Kecel FC Tisza Alpár SL labdarúgó mérkőzést rendeznek a városi focipályán. Szintén ezen a napon délután 17:30-tól Kecel KC Paksi KSE kézilabda mérkőzés lesz a Városi Sportcsarnokban. Május 21-én hétfőn délután 14:30-tól Feróni Mencsik Rita várja a gyerekeket a bütykölő kézműves foglalkozásra a Városi Könyvtár és Művelődési Ház gyermekkönyvtárába, ahol ezúttal a dekupás, azaz szalvéta technika segítségével készülhetnek szebbnél szebb munkák. Május 27-én reggel 8 órától horgászverseny lesz a Sima tónál, melyre limitált férőhelyek a 70 33 04 521-es telefonszámon igényelhetők. A Natura Horgászpark Halastaván is maratoni horgászversenyt rendeznek június 2-án reggel 8 órától. Jelentkezni június 1-ig lehet a következő telefonszámon 30 26 98 330. Kedves nézőink, mára ennyi volt a keceli körkép, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Fűtéskorszerűsítés az önkormányzat intézményeiben. Hamarosan megkezdődik a beruházás. Szent Flóriánra emlékeztek a tűzoltók, eljöttek Kecelre a tabarci barátok is. Csángó tavasz a Városi Múzeumban. A tiszta magyar művészetről beszélt Petrás Mária. Fejlődő keceli vállalkozások, üzemátadása Laulandwine Kft-nél. Jó kezdés, sikeres volt az első katolikus majál is. Alkotó festők Kecelen, véget ért a Bozsó művésztelep. Karate siker Vaskúton, két keceli versenyző is dobogóra állhatott. Műsorunkat megismételjük ma este 10 órától, valamint szombaton és vasárnap is ugyanezekben az időpontokban, illetve hétfőn délben itt a Kecel Városi Televízióban. Műsorainkról bővebben www.kecel.hu/kecelmedia. Maradjanak velünk továbbra is, hiszen a következő fél órában megismételjük a múlt heti megyei krónikát, utána pedig következik a Biblia óra. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!